Sajnos ismertségi körében tapasztalta meg, mit nyújt a bátortábor a beteg gyerekeknek és családjuknak, ami nagyon megérintette. Mondta el a sajtótájékoztatón Szabó Ceceli Ágnes, az adománygyűjtő futás ötletgazdája. Ekkor fogalmazódott meg benne, hogy barátaival, edzőtársaival összefogva megszervezzék az első adománygyűjtő futást, családi napot. Először is nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy ilyen mértékben mellénk álltak. Akárhova mentem, mindenhol önzetlen segítséget tapasztaltam. Ami a legfontosabb, hogy el tudom mondani, hogy büszke nyíregyházi vagyok. Ági kolléganőnk is elmondta már, hogy Nyíregyháza szíve együtt dobban. Ezt most minden téren megtapasztaltam. Akár egy hivatalos szervhez mentem, önzetlenül mind a rendőrség, tűzoltóság, városháza, vámis pénzügyőrség, akár a polgármester úr is, mindenki elsőre igent mondott, és akkor ugye jönnek a családok, a magánemberek, az utolsó gyógyszertártól a kisboltosig, akárkit megkerestem, mindenki teljes szívvel és lélekkel az ügy mellé járt. Szeretnék mindenki figyelmét felhívni, hogy ez egy adománygyűjtéssel egybekötött élménynap, nem kell élsportolónak lenni, a távokat akár sétálva is megtehetik az odaérkezők, és nincs előírt nevezési díj sem, mondta el az ötletgazda. A szervezők ritkán látott összefogást tapasztaltak a magán- és hivatali szférában is, hiszen nagyon sokan álltak a kezdeményezés mellé. Nyíregyháza szíve együtt dobban, hangsúlyozták a sajtótájékoztatón. 8 órakor regisztrálunk, 9 óra körül a polgármester beszédet fog mondani, köszönti az ott lévőket, aztán tartunk egy közös bemelegítést, ami remélem elég vicces lesz. Utána elindítjuk a 4 kilométeres távunkat, rá 15 percre elindul a gyermekfutam, ahol szülők is kísérhetik a gyerekeket, ez nagyon fontos, már volt kérdés. Bár el lehet engedni egyedül is a gyerekeket, mert ki lesz táblázva minden, és önkéntesek lesznek körbe a pályán, és utána, amikor beérkezett a gyerekfutam és a 4 kilométeres futam, és akkor elindítjuk a 8 kilométeres futamot. Az első futást március 9-én tartják Nyíregyházán, az erdei tornapályán. A csapat azonban hosszú távon gondolkodik, és ezt követően is évente szeretnék megrendezni a jótékonysági futást.